Gyerekek és szüleik kínálták portékáikat az adventi vásáron szombaton Gödrén. Legtöbben saját készítésű tárgyakkal érkeztek a jótékonysági akcióra. Papírcukorbot, ilyen karácsonyfás dísz, meg pingvin, meg ilyen képeslapos szarvas, meg mézes kalács, meg ilyen gyertyatartó, meg van még ilyen csillag, de csak azt már vettük, meg szaloncukorral készültünk még. Ilyenkor érkezik a településre az önkormányzat Mikulása is. Óvodásoknak, iskolásoknak csomagot ad át, és zömében az óvodások és az iskolások készülnek különböző ajándéktárgyakkal, amelyet aztán hát ilyen becsületkasszás alapon adományfejében értékesítenek, idézőjelben, és ugye az osztályközösségek azok kirándulásra, meg egyéb ilyen közös élményre fordítják. Csoportosan jöttek az óvodások, iskolások, mivel december 14-én munkanap volt. Így az oktatási intézményből jöttek az ünnepségre. Először egy báb előadást láttak, majd megérkezett a várva várt vendég. Szervusz, kedves iskolás, fogd a helyet közöttünk! Majd jöhetett az ajándékcsomagok osztása. Gödrén összesen 65 óvodás és iskoláskorú gyermek él, ők kaptak ajándékot.